Jó reggelt, jó reggelt! Hát gyerekek, megkezdjük a mai napot. Még nagyon álmosan. 6 óra. Még keltünk. Kávékat lefőztem. Évi is itt van. Ez a másik fajta kávét iszik. És hát csinálunk pogásákat ebből a keltésztából. Reggelire. Aztán ugye, mi úgy hívjuk, hogy pukkancs tészta. Az a lényeg, hogy ezt így elosszuk. Sütő elő van melegítve. 350. És egy a 10 perc alatt kész is van, 10 körülbelül. Na, marha egyszerű. Egyszerű és egyszerű. Annyit kell csak csinálni, hogy teszel rá egy kis sajtot. Tetejére. Jó, de álmos vagyok. Évi is. Éjjel fönn voltam, 1-3-ig, valahogy fölébredtem, de nagyon korán mentem be. És olyan mélyen bealudtam, 3-tól reggel 6-ig, hogy le is izzadtam. De legalább kialudtam magam rendesen. Tegnapi éjszaka egy műszak után. Na kérem. Hát ment mellé is. Amennyire lehet, összeszedem. Jó, a sütő előmelegítve, mondom, 350 Fahrenheit. Na kérem, itt vannak, de hát ez még most nagyon forró egyrészt. Meg hát ezt amúgy is hagyni kell egy kicsit. Egy olyan, hát legalább 10 perc, ugye? Ugye, fogyasztható legyen. Na, szépek, ugye? Szépen meg... Szépek lettek. Én úgy szoktam csinálni, hogy ez a réteges, így szétnyitom, és még meg is vajazom. Megvajazom, és akkor így, mint egy szent, rakom bele szalámit, valamit. Na jó, hát egy itt van pogácsáról. Szóval majd, ami jön, filmezem. Kék-sárga legyen, mint a ukrajnai. De hát ez nem az. A házak a festése véletlenül pont ugyanolyan, mint a ukrajnai zászló. Na, jövünk, veszünk ki pénzt. Aztán megyünk tovább. Most melyik megy el hamarabb szerintetek? Általában ide szoktam állni középre. Berakom a kártyát. Azt hiszem nem veszek ki csak egy százast. Na mi lesz? Két napja próbáljuk hívni anyámat. Állandóan foglaltott jel ez a telefonja. Majd most valamit majd kell csináljak. Valakire rá kell írjak. Nézzem már oda, hogy mi van. Na jó, gyerekek. Itt a bankautomata. Most ezt nem mutatjuk. Na, meg is van. Szeretnék készíteni egy hát ugye azt mondja, hogy sült krumpli leves. Hallottatok már ilyet? Sült krumpli leves, hallottatok már. Pedig az, gyakorlatilag ez egy, ha magyar szemmel nézed, akkor ez egy főzelék.
kolléga szokott integetni. És háttal van. Így látásból ismerjük egymást. Most nem megyek oda ki, mert tudok hosszú a kocsisor. Nem, megyek, eminnen támadok most. Erről az oldalról. Az Aldiba megyek. Aldiba. Kell hozzá sajtót. Akkor újhagymát. Nem kell sok minden. Ja, sajt, csodál. Help, help. Tejet hozok. Aztán szalonna kell egy kicsi. Ez a bacon, bacon, bacon. Jó a levegő. És hát meglátjuk, mert azt mondja, hogy a mai nap folyamára fokozatos lehűlés. Tehát azért most felhúzom, mert jön a fülemre a hideg. De hűvös van, főleg így, ha húzat van. Meg éjjel is a fejemre jött a hideg, gyerekek. Bébé, a legnagyobb hidegben, a legnagyobb melegben is. Ugye fő van, nyitva rálunk egy kicsit az ablak. És sajnos itt nem fölül nyitod az ablakot, hanem alul. Hülyén csinálták meg eredetileg. És akkor ilyen hűvösebb van, akkor bizony a fejedre jön a hideg. Szóval nyitva kell mégiscsak hagyni az ablakot, mert hát azért gondolj bele, hogy ja, ez nem egy nagy hálószoba. Ott elhasználódik a levegő egy-kettőre. Aztán elengedsz egy-két galambot, igaz? Plusz a kutya is ott alszik. Szóval kenapra is cserélődjön a levegő. Úgyhogy és bizony hamar, úgyhogy most is szipogás a vége. Mára pedig azt terveztem, hogy ezzel a pressure washerre lemosom a falakat, meg ott a tetőnek a szélét, meg a követ. De hát ott ugye fröcskön rád a víz, szél meg fúj, és az eléggé hűvös. Eléggé hideg. Úgyhogy nem tudom. Azt lehet csinálni ilyen munkát, amikor jó erősen süt a nap. Most nem a kifogás, hanem meg lehet fázni. Ugye, mert mezitláb csinálod, a hideg vízből tácsorogsz, fröcskön rád, közben a hideg szél, hát néha fúj a szél, és hideg. Szóval abból lehet, hogy nem lesz semmi. Elég. Hát ti is tudjátok az utat, hogy tudja, hogy hol az Aldi. Ide találnátok? Biztos. Úgyhogy besurranok, megveszem, ami kell, még olyat is, ami nem kell, aztán majd mutatom, hogy mit vettem, de nem viszem a kamerát. Meg is vagyok. Gyerekek, itt amikor jöttem, ez össze volt torlódva ezek a kocsik, és egész itt kim volt a vége, ugyanis össze voltak ragadva. És nem lehet széthúzni, ugye, ahogy az ember normálisan ugye oda megy, kihúzza a leghátsó bevásárló kocsit, és kész, ugye megy tovább. Na most itt ez nem történhetett meg, mivel ott ki volt nyílva neki egy ilyen rácsrész, és beleakadt a másikba. Na most senkinek nem volt annyi esze, hogy egy olyan 5 centit az hátrébb kell húzni. Egy kicsit. Ezáltal
hogy megszűnik az akadályoztatás azzal a mozdulattal. És újra ugye működésben lép a dolog, tehát lehet kihúzigálni a kocsikat. Na. Hát én kihúztam a legelsőt, és nézzétek meg, hogy mivel hogy az volt a hosszabb sor, mert a másikat hordták addig, amíg ezt nem tudták csinálni, ezért innen szedték el, és kiegyenlítődött a két sor. Na, hát szóval egy rohadt mozdulaton múlik az egész, meg egy kis, mondjam azt, hogy talpra esettség, vagy logika, vagy térlátás, vagy én nem is tudom, mi kell ehhez. Egy magyar ember kell ehhez. Igaz? Egy magyar ember, aki két lépéssel előrébb tud gondolkodni. Megfogtam, megnyomtam, meghúztam, kiakadt. Mert ugye húzta, mint a marha, de annál jobban beakadt. Annál jobban nem engedett, mert ezek össze vannak láncolva, ezek a szarok, kocsik. És be kell dobni egy 25-öst, ahhoz, hogy ugye, ki tudjad szedni. Na jó, otthon találkozunk, és a kimérgelődtem magam. Mit vettem, section következik. Tehát mit vásároltam, szekció. Akit nem érdekel, vigye tovább, de nem lesz hosszú. Tehát, mi mondtam, egy ilyen sült krumpli leves tulajdonképpen. Szalonnával és hát hagymával lesz készítve, és hát ehhez vettem dolgokat. Tehát mi kellett? Szalonna. Hát későbbre is vettem. Na szép napot, újra. Tehát folytatjuk a videózást a mai nap folyamán, mégpedig úgy, hogy ide készítettem jó pár krumplit, elnézést, hogy járkálok itt össze-vissza. Ezt is ide raktam, de valószínűleg arra nem lesz szükségem. És kérem szépen még egyet, jó nézett ki, és hagymát hoztam. Nem volt itthon már csak lilahagymám, meg egy fej volt már csak ez. Ez a kicsi. És azt is kellett hozzak, tejet, half-half, tehát ilyen félig tejszín, meg nem is tudom mi van benne. Tejszín. Ez is kell majd a leveshez. Kettő avokádót, kettő újhagyma, színes paprika, zöld paprika, halapinyó, közepes csedár, nem volt lereszelt, mindegy, nem is kell, több mindennyi, és egy erős csedár, egy kis krumpli, ilyen apró csemege krumpli, pár szent banán, elég szarul néznek ki, ezt nagyon gyorsan meg kell majd enni, paradicsom, szóval ennyi volt a mai a szerzemény, és hoztam egy doboz. Mennyi van benne? 12 dobozos gyömbéres zöld teját. Az egészért, ami itt van, fizettem $42. Ezek a krumplik itt meg vannak mosva. Na most itt, ha látsz ilyen hibákat, hát, leveszed. Sajnos ez előfordul, hogy hibákat találunk. Nem hagyjuk rajta. Jó van, itt is látok valamit. És ezek jóval keményebbek, mint ezek a gömbölyűbbek. Jó. Szóval ez így jó lesz. Hát, megbökötheted őket.
mindegyiket villával, vagy ahogy akarod. És hát itt lesz idejük most sülni. Egyelőre berakom ezt a keményebbeket. Tehát meg vannak böködve egy kicsit. És így mindenféle olaj és egyéb nélkül elő van melegítve a sütő. Hát én azt hiszem, hogy befér mind. Várjál, befér mind. Akkor nem, ezek jó, akkor ezek hamarabb lesznek meg. Vagy kiszedjük hamarabb. Azt gondoltam, hogy nem fér be egyszerre két különböző fajta. Azt hiszem, hogy miért két különböző, majd az is kiderül. Na. Jó van, elfér, így jó lesz. Kicsit szorosabb, de elfér, hogy jó. Hadd szóljon. Ma a legmagasabb fokozat, időt fölvigyük, akár 20. Harminc perc, ha igaz. Nagyon nem jól csináltam valamit. Nem jól csináltad, Jani. Várja, nem jó. Elrontottam. Három. Legmagasabb 450. És tart, azt hiszem, így jó. Ja, 10 perc, így jó. Oké, így lesz jó. Aztán majd meglátjuk 10 perc múlva, hogy mi alakul ki. Na most itt a címből is látszott, vagy látszik, ez úgy van írva, hogy Poredo Soup. Na most egy amerikai, a soup, az nem ugyanaz a soup, tehát akkor mondjuk magyarul. Tehát krumpli leves, ugye? Most egy amerikai számára a leves, az nem ugyanazt jelenti, mint egy magyar számára. Gyakorlatilag, ami az amerikainak a leves, az egy magyarnak a főzelék. Na most itt azt mondja, hogy hát egy 8 szeret, ez nem tudom mennyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hát durván a fele, tehát akkor én azt mondom, hogy ez a kicsit húsosabb, azt meghagyjuk. És ezeket pedig, hát nem muszáj túl vékonyra, így körülbelül. Elvagdossuk, ezt is. Jó, ennyi, így bőven elég lesz. Szép nyugodtan, nem kell erős tüzet használni. Megsütjük a szalonnát. Teljesen ropogósra. Közben itt előkészítettem, hát egy 4 szál mi a fenét, újhagymát, és miután jól megmostam, hát erre az alsó részére most egyelőre nincs szükség, ezt is csak azért, hogy
és van rá időm előkészíteni ezeket, és hát amilyen vékonyra csak lehetséges, ugye szépen leszedjük, levágjuk. All right. Kicsit lejjebb vettem, nem akarom, hogy megégjen a zsír, ugyanakkor a szalonna meg még akkor nincs teljesen megsütve. Right. Itt látok és problémát. Összeragadtak a szalonna darabok. És itt is. Jó, hát ennyi az egész, szétszedjük. Ne maradjanak hármasával. Jó, a többi az úgy látom, még ez itt nem jó. Ez a kis darab. Nincs. És még egy. Jó. Már legközelebb szét kell szedjem, amikor így beledobom. Oké. Hát ennél nagyobb baj ne legyen a világon. Igaz? Most már azért rajta tartjuk a szemünket, mert hamarosan készen van a ropogós bacon. De akarom, hogy teljesen süljön ki belőle a zsír, és legyen jó ropogós. Right. Közepes fej, vörös hagyma, és ez nagyon-nagyon apróra fogom összedarabolni. Nagyon lassan, nyugodtan. Ez a gyerekek. Ez így jó lesz. Mindjárt azt így, de most már szalonnát kiszedjük. Okay. Ez a kanállal kellett volna, nem mindegy, most már ezt vettem le. Így is jó. Ez. Jó, és azonnal beleteszünk egy olyan öddeka, durván öddeka vajat, és elolvasszuk. Jó, a vaj, mint látjuk, megolvadt. Víz kicsapódik, beletesszük a közepes fej vágott vörös hagymát, és szép nyugodtan elkezdjük dzsinszteni, kicsit lehet erősíteni a tüzem. Alright. Vörös hagyma elkezdett megüvegesedni, hát egy 3-4 gerezd fokhagymát bele reszelünk a vörös hagyma közé. Lehet több is, egy picit, de
mert a fokhagyma, van olyan változat is, hogy garlic potato, tehát baked potato, baked garlic, tehát ilyen fokhagymásra csinálod. Tehát nem tudod elrontani. Mert van egy olyan változata is, ahol a fokhagyma is dominál, de ebbe is kell, hogy legyen bőségesen. Oda tettem chicken stock, tehát magyarul a tyúkhúsleves leszűrt változata, amelyre majd szükségem lesz egy részére. Ez közben lejárt. Hát ez még kőkemény. Úgyhogy 10 perc. Maximálisra tesszük. Start. Alright, hadd menjen. Nos, mint látjuk, gyerekek, szépen elkezdett ilyen szép aranybarna színe lenni. Úgy a hagymának, mint a fokhagymának. Ezért most már itt az idő, hogy hát egyelőre én úgy számolok, hogy így 1, 2 és 3. Lehet, hogy még az is fog kelleni. Púpa sebőkanálnyi lisztet, normál lisztet. Egy nagyon kicsit megpirítom. Idáig semmi különleges, ugye? Mert hát az akár lehetne egy bableves alá is tenni, így van? Vagy egy babfőzelék. Simán egy száraz babfőzel, földbabot rá, stb. Semmi gond. Nem kell egy nagy tudomány ehhez. Jó. Kicsit mutattam tovább a dolgokat, hogy körülbelül érzékelhető legyen. Tehát egy kicsit megpirítottuk a lisztecskét. Már ezért is egyszer valaki beszél. Miért borog ilyet? A lisztecske. Az liszt. Na. És meg van melegítve a chicken stock. Ezt most, ugye, ide leveszem. Leveszem ide. És rászedek. Hát egy hárommal most így. Így. Elkevertem. Mindjárt előveszem majd a habverőt, és azzal fogjuk tovább keverni. És látjátok, be is krémesedett. Gyönyörűen. Még, mert nagyon sűrű már. Szép, nyugodtan. Nem fog becsomósodni, nem kell félni. Majd mindjárt a izével csináljuk tovább. Ezzel. Ez nem engedi, hogy becsomósodjon, látod? Jó, és most jöhet az a dolog, hogy ráteszed a hideg tejet. Ide. Egy jó pohár hideg tejet. Okay. És amíg hogy főznénk, tehát a tizon, miért lesz szépen feloldódott? Hát az,
Visszajövünk. Lassú tűz. Oké, és egyelőre most le kell zárjam, mert még nincs kész a krumpli. Egyébként, ha kész lenne, akkor most bele kéne tegyem a krumplit. Jó, én úgy gondolom, hogy ezek a krumplik itt készen vannak, hú, de jó illata van. Kiveszem, és hát egy kicsit hagyom hűlni. Egy olyan 10-15 percet, addig elpakolok. De hát már elkezdtem. Itt. Igen, kihűltek a krumplik, na most rajtad áll, hogy meg akarod hámozni, vagy nem. Én nem fogom. És hát körülbelül így. Így héjastól. Így erre a méretre ugye feldaraboljuk. Ezt a mennyiséget. Jó? Ezt az egészet. Mert ez kell bele ennyi. Jó? Van otthon őrölt zeller magod, akkor használd azt, ha nem, vagy ha nincs, akkor használtod a zellernek a sződjét. És tehát nem zöldségzöldről beszélünk, hanem zeller zöldről. Oké? Okay. Ott ez már mehet bele. Hát jó apróra. Mint a petrezselyem zöldét, ugyanazt csináljuk. Jó apróra összevágjuk. Jó, ide rá is dobhatom. Fordulunk lassan. Újra kell melegítsem, mert kihűlt minden. Nem érdekes. Beleteszem már most krumplikat. Mindjárt felmelegszik az egész. Na most a fűszerezés time, tehát kakukkfű, csak egy gondolatnyi így, amit itt láttok, és fekete bors. Ha gondolod, rakjál bele koriandert, fekete bors, én ezt a négyszínűt használom. A gyerekek, a krumpli tulajdonképpen meg van sülve, teljesen átsült. Hogy felforraljuk az egészet. Felforraljuk. Majd itt figyelünk, hogy nehogy odaégjen. Valószínűleg egy kicsit fogok higítani, sőt. Egyet ráteszek. Több nem kell. Ezért mondtam azt, hogy ami nekünk főzelék, azt ők levesnek hívják. Mondom, még a hús levesük is sűrű. Ezt a nagyon híg leveseket, amit mi szokunk, mi csinálunk, hát van, nem is tudom, hogy van-e az a nagyon-nagyon híg. Nagyon sűrűre csinálnak minden levest. Ez egyébként egy téli ételnek mondják ők, ugye winter food, mint ahogy a csilis babis az, ugye az északiak. Jó, tehát fölforraljuk. Most ugrik a majom a vízbe. Itt van a májolt cserásajt. És egy ekkora darabot. Szépen lereszelünk. Egy
ide ebbe az edénybe. Jó? Nem állítom meg a kamerát, mert mindjárt mutatom a többi részt is. Elnézést, kicsit unalmas így, de mindjárt kész. Nem tudom, szeretitek-e a cheddart? Nagyon nem vagyok odaért, én is. Rendkívül sós. Na most, ha figyeltetek, akkor ugye láthattátok azt, hol vágom én, hogy sort nem raktam az ételbe, igaz? Egy cseppet se. Na most, az ott a mild, ez pedig sharp, tehát ez erélyesebb, és ez is cheddar. Tehát ezt a kétféle sajtot, a mildot és a sharpot teszik bele, nagyjából ugyanannyit. Oké, okay. Jó, megyünk ide. Jó. Na most ugye ez át van melegedve, a krumpli meg van sülve, vagy sütve. Kicsit még itt puhult is. Na most jön egy olyan mozdulat, amitől dobtok egy hátast. Tehát, mi ez? Várjál, nem te. Így. Egy. Tehát nincs bot mixer, semmi, csak így. Ennyit csinálunk. Jó? Jó, ennyi volt az egész. Alright. Tehát kicsit összetörtük a krumplit, ettől krémesebb lett. De nem pépesítettünk semmit. Tejszín, vagy fél-fél, half-half, egy pohár. Most már akkor befejező mozdulatok. Belekeverjük. Sajt. Ezt addig fogjuk most ugye olvasztani, ami teljesen el nem olvad itt. Most vissza kell melegedjen, a tejszín dolog lehűtötte. Na most ezekben volt elég só, bőségesen. Szeretek, krémszerű lett. Ennek teljesen egy, meg kell, kicsit kell rottyanjon. Visszateszed a szalonnát, és rádobod a vágott hagymát. Jó? Teljesen ezt szétolvasszuk. Na és majd a kóstolás után döntöd el, szád ízlése, vagyis hát a család, vagy ahogy megszoktátok. Tehát ezt nézd, teljesen, mint a cheese macaroninál. Tehát itt nem nyúlhat a sajt. Ez teljesen el kell olvadjon. Folyékony. Na és kérem, meg kialakult a Jani bácsi által készített tipikus amerikai, hát mondjuk úgy, hogy potato soup. Ja? Béked sült, krumpli, leves. Ami jó, meg van fokhagymázva. Gyakorlatilag kész vagyunk. Még egy picit hagyom egy olyan 3-4 percet. Vigyázol, nagyon lassú tűz, le tud égni.
csipetnyi rosemary garlic salt. Tehát kell rá egy kicsi, nem sok. Ennyi az egész. Gyerekek, ez készen van. Már majd le is zártam. És hát Évi még nem jön, még nagyon korán van. Hát örülök, hogy megmutathattam nektek ezt az ételt. És remélem, hogy tetszett a videó. El is fogjátok készíteni. Úgyhogy sok sikert kívánok hozzá. Végülis nem túl bonyolult. Hát hogy nem túl olcsó. Nem túl olcsó. Ez is igaz. Jó, lezártunk. És ezzel kész vagyunk. Nos, szedtem ki egy kicsit, most már hagytam kihűlni. Szorhatsz rá még sajtot esetleg. Ez csak demo lesz, belekevertem egy kis nyers hagymát. Ha nem akarsz, ne tegyél bele petrezselymet. Semmit. Sajtot, ha teszel rá, az jó. Na, nagyon jó. Most csináltam először ilyet. És mondom, még egyszer a sóval vigyázzatok. Csak amikor már teljesen kész, akkor tegyél bele annyi sót, amennyit gondolsz. Ennél nem kell, hogy hígabb legyen, de sűrűbb se. Na, nagyon jó lett. Kokő. Még van egy óra. Nagyjár megjön. Még egy órát kell várjál. Bizony. Rá, gyerekek. Hát, még lesz itt más dolog is, de az már egy új videó lesz. Alright, sziasztok, jó egészséget. Jani bácsi voltam Floridából. Kérem a lájkokat, ha tetszett, ha nem, akkor még egyszer. Köszi szépen, jó egészséget. Bye-bye.